folytatódik a Start Plus, és megszokhatták azt, hogy évente minimum kétszer találkozunk kedvenc újságírók, tudósító kollégánkkal, Tar Mihállyal. Egyrészt, amikor a vízimentésnek a fontosságára hívja fel a figyelmet, mint a vízimentők szóvivője. Másrészt, amikor jótékonysági pizzapartit tart. Szervusz, jó reggelt kívánok! Nagy büszkeség számunkra az, hogy ezeket az eseményeket az ATV munkatársa szervezi, viszont már jó kinőttétek Nagykanizsát, a lakóhelyedet. Mit kell tudni az idei pizzapartiról? Tényleg kinőttük, ez a legjobb mondásra, mert most már Nagykanizsáról egészen Debrecenig érünk el. Ott is lesz pizzapartink, lesz Tiszafüreden, ahol már 210 ezer forintot gyűjtöttek össze az ottaniak, akik már teljesen függetlenül szervezik. Lesz Keszthelyen, ami azért már viszonylag közelebb van, és alakulgat Széchenyben, Nógrád megyében is egy, és hát Murakeresztúron meg lehet tenni Nozara megyében, amik viszont közel vannak Kanizsához, is várjuk a gyerekeket majd. A Murakeresztúrtól már csak egy ugrás, a Szlovéniában is pizzázzanak az emberek. Igen, tulajdonképpen, de akár Horvátországot is mondhatom, ugye, mert a túloldalon már ők vannak. Miről szól a pizzaparti? Mi ez az egész kezdeményezés? Nyilván nem csak arról szól, hogy sütök egy jó pizzát, és tesztek rá sonkát, gombát, sajtot, meg paradicsom alapot. Nem. Sőt, nem is sütünk pizzát, hanem vásárolunk pizzát, és ez valamikor 7-8 évvel ezelőtt pattant ki az én fejemből, mert hogy itt a tévében, ebben a tévében láttam egy tudósítást arról, hogy sztárok osztottak rászoruló gyerekeknek pizzát egy budapesti étteremben, és aztán egy reggel ebből kijött az, hogy akkor gyűjtsünk össze 100 ezer forintot 10 nap alatt, és ha ez összejön, akkor meghívunk, akkor még azt hittük, hogy 100 gyerkőcöt, aztán kiderült, hogy sokkal több pénzt lehet összegyűjteni 10 nap alatt egy darab Facebook felhívással, és kivégül 200 gyereket hívtunk meg, egy egész művelési házat kaptunk meg, akkor még ingyen, és aztán ez szépen így minden évben ismétlődött, és aztán egyre több helyről csatlakoztak hozzánk, hogy hogyan lehetne ottan, bárhonnan is meghívni gyerkőcöket, akik eljönnek és jól érzik magukat. Azt ki és milyen alapon dönti el, hogy kiket vendégeltek meg? Ti választjátok ki a gyerekeket, vagy valaki segít ebben, hogyan alakul ez? Ez Nagykanizsán úgy működik, de ez egyébként helyszíne válogatja, mert mérettől is függ. Nagykanizsán ez úgy kezdődött, hogy amikor meghatároztuk, hogy 200 gyereket tudunk meghívni, ott egyszerű volt, mert van 10 általános iskola, és elosztottuk a 200-at 10-re, és minden általános iskolába vittünk 20-20 jegyet, és azt mondtuk, hogy a pedagógusok legyenek azok, akik napi kapcsolatban vannak a gyerekekkel, válasszák ki ők azokat, akik erre rászorulnak, és itt most nem csak szociális rászorultságot kell érteni, mert volt olyan alkalom is, amikor fölhívtak a suliból, hogy hát van ott egy kislány, azt hiszem kislány volt, akinek az apukája néhány hónappal korábban halt meg, egyébként nagyon jól anyagi körülmények között vannak, és természetesen ez is egy rászorultsági szempont. Hogy neki jó esetben, esik, hogy valaki hogy mosolyoghasson rá, egy kicsit eltereljük a figyelmét, egy kicsit jól érezze magát, és aztán utána persze önző módon mi vagyunk azok, akik ott a segítőkkel együtt aratjuk azt a fajta jó érzést, ami a gyerekekből árad vissza, és akkor ez így föltöltődik. Nem titok, hogy te egy tudósítói hálózatot üzemeltesz, tehát vannak kollégáid országszerte, ez a tudósítói hálózat beszállt, tehát ezt a kapcsolati tőkét, kapcsolati rendszert tudod ebben használni? Debrecenben igen. Tiszafüreden azt mondom, hogy végül is én jártam ott forgatni egy alkalommal, és ott ismerkedtem meg azzal az úrral, nevezzük meg Spisák Györgyel, aki most idén jelentkezett, hogy ők rendeznének egy ilyet. Hogy kell, mit kell csinálni, és akkor elmondtam neki nagyjából három mondatban. Ez tök jó, mondom, akkor van egy ilyen franchise-od, tehát hogy hogyan kell csinálni. Egy franchise-en vettem magát, igen. Így osztogatunk így ki, és akkor... Mi a cél, hogy jövőre pizzázzon egész Magyarország? Akár. De tőlem akár milyen már idén is lehet, tehát hogyha valaki ezt most látja és fölhív és megkérdezi, hogyan kell, akkor én hol lehet akkor elérni a szervezőket vagy téged? Ha mondhatom még egyszer, akkor megint azt mondom, hogy a Facebookon van egy csoportunk, jótékonysági pizzaparti ez a neve, és aki ott jelentkezik, ott meg fog minket találni. De gyakorlatilag a lényege, hogy felajánl pénz, vagy azt mondja, hogy ő is szervezne a saját települését. Az engem annyira érdekelne, amikor felhívtak egy pizzériát, hogy na akkor a jótékonysági akció keretében rendelnétek, nem tudom, 300 szelet pizzát, vagy nem tudom hány pizzát, nem szokták azt mondani, hogy nagyon, hogyha ilyesmiről van szó, akkor mondjuk legalább olcsóbban adom? De önköltségi áron kapjuk mindenhol. Tehát van, ahol helyben sütik, és odaadják adományként a pizzát, tehát nyilván a mellé való üdítőket, ugye, mi nem megyünk el senkihez kérni így direktben. Uh-huh. Tehát itt egy kicsit fordítva működik a dolog, mint általában egy ilyen, mint az alapítványoknál, hogy kilincselnek és járnak jobbra-balra, mi nem járunk sehova, mi kitesszük a lehetőséget, hogy itt lehet minket támogatni, és egy érdekes dolog egyébként, mert és nem akarom bántani mondjuk a telefonos jótékonykodási akciókat, hogy fölhívod ezt a számot, és akkor ennyivel támogatod a valamilyen célt. Itt konkrétan lehet látni, hogy ez a pénz, amit ő oda
elküld nekünk, ez pontosan erre fog elmenni. De mondjuk nyilván nem ez a legfontosabb része, de például kiteszitek a számlát, hogy igen, ennyiért rendeltünk pizzát? Igen. Igen, ez a vége, és folyamatosan, így van, de már a gyűjtés fázisa is kint van folyamatosan az interneten, tehát amikor valaki utalja a pénzét, már este láthatja, hogy a számlaszáma nem az egész van kiírva, hanem ilyen töredéke van, de fölismerhető módon a számára, láthatja, hogy a pénze beérkezett, és így tulajdonképpen vissza tudja ellenőrizni, hogy mi azt az összeget nem kívánjuk más célokra felhasználni esetleg. Hány pizza fogy el egy évben? Mondjuk a tavalyi évben? Tavalyan 1000-1200 gyereket vendégeltünk. Wow, de szép. Összességében. Tehát azért ez már, én azt gondolom, hogy egy szép szám, és ez idén még, hát ez most már szerintem 1500-1600 biztos, hogy lesz. Az szép. Ezek a pizzapartik minden településen egy napon vannak egyébként, nem, ez így a Mikulás és karácsony között mondjuk van. Mondjuk úgy, hogy advent időszak körül. Az advent időszakban, aha. Tehát a miénk az, én igyekszem arra, hogy a Nagykanizsa ez mindig az utolsó legyen, egy ilyen záró rendezvényszerű, december 23-án lesz, tehát egy nappal azért azt gondolom karácsony napja előtt megtartani egy ilyen eseményt, és eljönnek a gyerekek, tehát ezek kimondottan jó. És amire nagyon büszkék vagyunk, hogy 2013-ban, ha jól emlékszem, akkor a akkori brit nagykövet is megjelent nálunk, és beállt oda a többi segítő közé, és osztotta a pizzát. A mostani gyerekek. Brit nagykövet is van olyan jó fejhő, hogy bármikor egyébként már de nem kiabálok el semmit. Igen. Értem. Hogy a december 23-i pizza, azt tudod, miért nagyon jó? Én látatlanban mondom neked, hogy az anyukák biztos, hogy imádnak téged. December 23-án senki nem főz már, 24-én jön a nagy főzés, és tudod, hogy szerintem tök jó lehet az, hogy a gyerekek akkor igen, kapnak pizzát, és akkor nem kell ezt. Nem beszélve arra, hogy amikor tesznek, elhozzák. Úgyhogy biztos az anyukák is imádnak szerintem. Amikor elhozzák a gyerekeket, akkor ott hagyhatják nálunk egy másfél-két órára. Tehát nem csak azon, hogy eszünk, iszunk, hanem egy kis műsor is van, egy kis karácsony, nagy karácsony. Van, hogy bohócot sikerül szerezni, máshol bűvész sikerül szerezni, gitáros zenész az általában jön. Te mi leszel idén? Én nem szoktam lenni semmit, tehát én vagyok az, aki még ott még ki sem szoktam állni, hogy köszöntsem őket. Aha. Egy alkalom volt, amikor a nagykövet úr jött, akkor ugye azért illetőt külön megnevezni, hogy ő ott van. Nagykanizsán ezt számon tartják? Mert ez, hogy is mondjam, akármennyire debreceni, meg tiszafüredés, minden tiszteletem, és minél többen csatlakozzanak, de azért ez mégiscsak egyfajta lokálpatriotizmus, ugye? Remélem, hogy számon tartják, igen. Tehát én nem mondom azt, hogy mindenki szeret engem. Akik nem szeretnek is, tudják, hogy ez van. Nem feltétlen segítenek ebben. Van-e olyan ember, aki nem szeret? Beszélgetésünkre szánt idő lejárt, viszont akkor mondd el még egyszer, légy szíves, Facebookon mi a cím, hogy hol találjanak. Jótékonysági pizzaparti, ezt a csoportot kell keresni. Jótékonysági pizzaparti. Nagy öröm volt veled beszélgetni, és pillanatokon belül érkezik a példakép díja, teljesen méltán és megérdemelten elnyert DJ Dominik, vagyis Várkonyi Attila, és már telefonálnak is. Várjál, csak azt mondd meg, még adásban mondd el neki. Kinyomtad? Még nem tudod, hogy ők jelentkeztek-e, pedig élő adásban megtudhattuk volna. Köszönjük szépen. Köszönöm szépen én is, és elnézést.